Újságíró Egyesületnél viszont azt mondják, ott Marosvásárhelyen a bukaresti nagykövet felesége olvasta fel a magyar miniszterelnök ünnepi üzenetét, majd saját gondolatait is megosztotta hallgatóságával. Tolmács hiány a román állami hírügynökség tudósítója összekeverte a kettőt. A félreértésből másnap hatalmas vita kerekedett a román parlamentben. Elkértük azokat a pártokat és szervezeteket, amelyek nem a hivatalos nyelvet használják, hogy bocsássanak rendelkezésünkre hivatalos fordítást, éppen azért, hogy megelőzhessük az ilyen incidenseket. A magyarságnak állampolgári joga a nyilvános anyanyelv használat, reagált a felvetésre a Magyar Újságíró Egyesület. A szervezet elnöke azt mondja, igaz, hogy sokszor magukra vállalják, de nem a magyar rendezvényszervezők dolga a tolmács biztosítása, amely akár több száz euróba is kerülhet. Elvárható, hogy a közszolgálati médiákban dolgozó román kollégák, ha kisebbségi közösségben dolgoznak, akkor ismerjék azt a nyelvet. Az újságíró szervezet szerint vissza kellene állítani az állami hírügynökség magyar nyelvű hírszolgáltatását is, amelyet másfél évtizede számoltak fel.